Sziasztok, srácok, Zon vagyok, örülök, hogy itt vagytok, és Hearthstone hírek fognak következni, mert hogy kijött a 9.2-es patch. Tudom, hogy mindenkit az új Warlock hős érdekel, de róla majd a legvégén fogunk beszélni, hogy hogy lehet nemzit megszerezni, meg hogy nem. Úgyhogy először nézzük a igazán fontos dolgokat, mert ugye mégiscsak új hős persze mindenkit érdekel, de azért vannak ennél fontosabb dolgok. Mint például az, hogy változott egy csomó minden a mechanikák környékén, illetve hát ugye a triggerek környékén. Ennek az egyik részéről már beszéltem korábban, hogy az Unlicensed Apothecary az Evolve után például nem fogja az evolvált lények után az embernek a híróját sebezni. És ez egy fontos változás, és nem csak ezzel kapcsolatban, hanem önmagában a teljes eseménykezelés, ami ezt a hibát lehetővé tette, mögötti dolgokat csináltak, és erről egy teljesen, egy egészen hosszú blogbejegyzést is írtak a fejlesztők, úgyhogy azt részletesen, ha gondoljátok, akkor be tudom linkelni, mert hogy egyébként van róla mit beszélni, sok minden változott ezzel kapcsolatban, változtak deathrattle-ök, változtak ilyen különböző eseménykezeléses dolgok változtak, hogy akkor mit tudom én, ugye nem voltak egységesek a kártyáknak a feliratai, tehát hogy volt ilyen before event, meg when spell is casted, meg ilyenek, és ezek ezeket próbálták meg egységesíteni, sokszor mondták ez, hogy jó, hát a Blizzardos spagetti kód miatt van ez, és ezt próbálták egy kicsit gatyába rázni, vagy hát nem kicsit, hanem nagyon, és ezzel voltak elfoglalva. Ez az egyik fontos változás, és ez szerintem teljesen jó, mert hogy mégiscsak a játékból idegesítő bugok kerülnek ezáltal ki, és ez egyébként tök jó. A másik dolog, ami nagyon fontos, az arénából kikerülnek a szinergia pikkek. Ez ugye eddig úgy működött, hogy az első két választás után az első két választáshoz hasonló lapokat fogsz kapni, vagy hát olyanokat, amik szinergizálnak velük, viszont ezek ettől még tök randomak voltak, és sokszor olyan hülyeségeket ajánlott a játék. Ezen kívül, tehát ez kikerült, és ennek mindenki örül, mert senkinek sem tetszett ez a szinergia pick dolog. Na de, kikerült még az arénából a Vicious Fledging, úgyhogy a Flappy Bird-től el kell köszönni sajnálatos módon arénából, úgyhogy ő is a bannolt kártyák közé tartozik, de azt hiszem, hogy ez senki nem fogja bánni igazából. Ezen kívül. Van egy nagyon-nagyon fontos arena változás, és ilyen még a játék történetében nem volt. Mégpedig az történt, hogy most azt mondták, hogy az összes folyamatban lévő arénát retire-olni fogják, mert hogy vannak olyanok, akiknek 2 éve, meg 3 éve félbehagyott arénáik vannak. Tehát ilyen, mit tudom, én képzeljétek el, hogy ilyen Nax megjelenési idejéből ilyen Dr. Boom-os aréna meg hasonlók, és hát azért azóta történtek dolgok, és nem feltétlenül azt mondom, hogy az jó, meg minden, de hogy azért valószínűleg elég vicces dolgokat lehetett ott draftelni, és október 24-éig, akinek ilyen félbehagyott arénái vannak, azok automatikusan retire-t kapnak, kapják érte a dolgokat, és kapnak egy ilyen aréna jegyet. Úgyhogy hát kicsit fájdalomdíjként, tehát voltak itt azért olyanok, akik nagyon régóta őrizkedtek az aréna ranokat, és hát ennek most vége lesz, pedig volt olyan, aki mutogatott screenshotokat arról, hogy neki hány éve ott van egy aréna ránya, és még nem fejezte be. Na de, október 24 és november 6 között lesz egy különleges esemény, ezt úgy hívják, hogy Hallow's End, és ez több részből fog állni. Egyrészt fogunk kapni ingyen pakkokat. Ez egy Old God-os és egy Frozen Throne-os, illetve 2 aréna jegy, és ezeket heti lebontásra fogjuk kapni, tehát az egyiket a belépéskor, október 24 és október 30 között egy pakkot és egy aréna jegyet, illetve október 31 és november 5 között pedig a másikat, ez a Frozen Throne-os és az aréna jegy lesz. Ebben az időszakban, az arénában lesz egy dual class aréna mód, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy az összes korábbi arénát visszavonják, tehát az eddig draftolt arénáknak vége lesz pont emiatt, és itt az lesz, hogy kell válaszolnod egy hőst és hozz egy hero power-t, és ebből a 2 klasszból fogod tudni majd összerakni a paklidat, plusz kapsz hozzá még neutrál lapokat nyilván, ahogy ez lenni szokott, és így nagyjából ennyi, úgyhogy ilyen vegyes paklik ellen kell majd játszani az arénát, és gondolom ezért lesznek visszavonva, mert ez nem feltétlenül lenne igazságos, azért ez egy elég erős dolog, és ilyen még nem volt az arénában, hogy az arénával játszanak ilyet. Na de, közben még lesz egy másik esemény,
A fej nélküli lovasok vágtatása nevű csodálatos heti brawl, ez október 25 és 28 között lesz, és ez azt jelenti, hogy kicsit hasonló lesz ehhez, választani kell egy hős portrét és egy passzív hero power-t, és ehhez csináltak is csodálatos portrékat, a Team 5-osok nézzétek. Tudom, hogy én most itt eltűntem, de igazából nem is hiányzok rá. Nézzétek meg, hogy milyen hősportrék készültek, és ezeket nem én csináltam, ezeket nem én követtem el Paintben, meg ilyenekben, hanem ez hivatalos Blizzardos dolgok. Szerintem egészen viccesek. Ezen kívül bekerült két új asztal, tehát tudjátok, vannak játék térdizájnok, és van mögötte, amikor az asztal változik, hogy rongyos a terítő, vagy szép a terítő, vagy le van éve pörköltel, na jó, egyébként olyan nincs, de még az is lehet, hogy lesz, szóval bekerült két új háttér, bekerültek új chalkboardok, tudjátok, ezek a Tavern Brawl-oknak, ezek a creator rajzai, úgyhogy lesz valószínűleg két teljesen új brawl. Elérhető a hős, ugye, amiről beszéltünk, de erről majd nem sokára. Ezen kívül bekerült két új hátlap is, az egyik a 43. tehát a most e-havi, október, tehát az október havi rank 20 elérésért kapható kártyalap, és bekerült a 44. is, ugye ami a novemberi szezoné, és addigra nyilván jönni fog a patch, mert ugye decemberben meg fog jelenni a következő kiegészítő. Nagyjából ezek a nagyon fontos dolgok. Még kérdés, és ezekkel szoktam találkozni, és engem is kérdeztetek többször, hogy mikor fogjuk megkapni ugye a Hearthstone Championship-nek a Summer, gyakorlatilag a nyári selejtezője utánjáró pakokat, amit most ugye Surrender? Azt hiszem Surrender. Nem, összevegyek keveredve a nevekkel egy kicsit, de szerintem Surrender nyert meg. Igen, tehát Orange játszott Surrender-rel is, igen. Szóval ő nyerte meg, és aki Orange-ral vagy Surrender-re szavazott, ők 4 pakkot fognak kapni, aki Purple-re, vagy nem tudom ki volt a másik. Tehát akik az elősejtőzőbe jutottak, ők 3-ra, akik Powerre vagy a legjobb 8 közé jutottak, ők 2 pakkot fognak kapni, és az összes többiekre pedig mindenki csak egyet fog kapni, úgyhogy ezek amik történtek, és a pakok érkezése. Ugye jövő héten fognak nagyjából megérkezni, nem pontosan. Voltak olyanok, akikkel a Hearthstone-os Facebook csoporton vitatkoztunk, hogy hát a biztos a patch-el együtt fognak érkezni a csomagok, és mondtam, hogy ilyen összefüggés soha az életben nem volt. Volt olyan, hogy nem volt patch, volt olyan, hogy csak úgy kaptunk pakkot, ugye, amikor átléptük, nem tudom hány millió felhasználót, úgyhogy a patch-hez semmi köze. Általában mindig az van, hogy a verseny lezárulta utáni héten fognak érkezni a csomagok, de igazából teljesen lényegtelen, hogy mikor nyitjuk ki ezt a 1, 2, 3, 4, ki tudja mennyi pakkot kaptunk, ingyen pakkot, és akkor örülünk neki. Na de beszéljünk arról, ami mindenkit érdekel, hogy hogyan lehet nemzit megszerezni, és ezzel kapcsolatban elég sok hülyeség kering az interneten, úgyhogy mondhatom, hogy tisztázhatnánk ezeket. Ugye onnét indul a dolog, hogy vannak ezek a fireside gatheringek, ugye nyűjünk a tűz köré jellegű dolgok, és ugye ezek ilyen különleges események, ahol különleges szabályrendszer szerint kell játszani, különleges fireside brawlok vannak egyébként, minden hónapban más, és az egész hónapban lehet játszani, nem csak úgy, mint a Tavern Brawlokat, hanem tényleg egész hónapban megy, és itt havonta van a váltás. Na de, a lényeg az, hogy úgy fogalmazott a játékszabályzat, hogy csak már létező tavernokban lehet. Ami azt jelenti, hogy aki most először csinálja meg ezt a Fireside Gatheringet, az nem fogja megkapni. És ezt nagyon egyszerűen le lehet ellenőrizni, ugyanis ők itt így mind, akiknek ez az ikon van előttük, ez a kis lámpás, ők közülük, ha aki elmegy ide, semmit nem fog kapni, illetve a Warlock hőst abszolút nem fogja megkapni, de itt is az első kivétel, a pécsiek. Na, náluk van Tavern, mert nekik nem ez az első brawljuk, és itt meg lehet kapni. Úgyhogy, ha rámentek az eseménynek az oldalára, egyrészt egyedi ikonjuk van, másrészt ott van, hogy Hosted By. És akiknél ez kint van, hogy Hosted By, és kint van az ikon, náluk lehet kapni a Warlock hőst, megkapni így ajándékba. És ezekből nincs sok, tehát van egy kb. 7-8 darab ilyen hely, de egyébként ezt az oldalt, amin itt játszunk majd, vagy amit itt nézegetek, azt berakom majd a leírásba. De ezt a Battle.net-en megtaláljátok, szóval volt a pécsieknek, itt van a szegedieknek egy hivatalos. Van Mosonmagyaróváron, és oldalanként nagyjából egy van, ez csodálatos. Láttam még valami Szentmártonkát, tehát Debrecent,
Szentmártonkáta itt is van, ott a debreceni, itt a budapesti, amin egyébként én is ott leszek, úgyhogy ha valakinek szerencséje van, össze tud velem futni. Nem tervezek egyébként sokáig menni, és későn jövök. Itt a másik budapesti, ez két eltérő event egyébként. Itt van a Lakatos Ronaldo, egy Jászberényből, és hát egy Balmazújvárosi, úgyhogy itt mindenkinek, tehát egy csomó helyen van, nem mindenki fogja megkapni, de mindenki, aki amelyik eventnél itt van, például a Meltdown-osok sem fogják, úgy tűnik, hogy megkapni. Csak a cucc kell, ezek ilyen nagyon minőségi dolgok. Ne gyere senki, ez nem komoly. Hát igen, igen, meglepődnék, hogyha ők megkapnák. New Hero szedjük össze Miskolc, hát nem leszünk sokáig, csak gyorsan legyen meg a Warlock Hero. Hát igen, ők sajnos nem fogják megkapni majd a Warlock Hero-t, majd hogyha elmennek valami másik esemény, úgyhogy alapvetően ez az, amit tudni kell, játszani kell, el kell menni, be kell jelentkezni a kliensbe, és ott, hogyha Wi-Fi-n van az ember, és már pedig a Fireside Gatheringekhez kell, pont ezért, hogy a kliens lássa, hogy azonos hálózaton mennyi ember van, és velük lehet majd játszani, és hogyha ez megvan, akkor utána a Warlock is meg fog érkezni az accountra, tehát hogyha valaki európai accounton játszik, az amerikai is meg fogja kapni, már ha van neki, és vice versa, úgyhogy nagyjából ezek azok, amikre számítani lehet a Fireside Gatheringek kapcsolatban, úgyhogy így lehet megszerezni nemzit, és sehogy máshogy igazából. Aki más mondaná, ne higgyetek, mert ez az igazság. Utána néztem, utána olvastam, magyarul is vannak erről cikkek, vannak különböző Reddit posztok róla, és egyébként a hivatalos Blizzardos hír is jött ki róla, hogy ez tényleg így van. Úgyhogy, ahogy elmondtam, úgyhogy ez alapján próbáltam meg összeszedni. Tudom, hogy jó hangzik az, hogy most összegyűlünk hárman, és csinálunk majd valami eseményt otthon, meg minden, de egyébként ez nem felel meg a valóságnak, úgyhogy ne higgyetek ebben, menjetek el ezekre a gatheringekre, amik már voltak, vagy meg lehet azt csinálni egyébként, hogy csináltak egy sajátot, oda eljön 3-4-5 ember, de 3 a minimum, akkor még nem kapjátok meg, akkor még csak a hátlap fog megérkezni, és utána a következő már nektek is lehet ilyen tavernatök, ugye ezt így hívják, és utána meg fogjátok kapni, tehát hogy gyakorlatilag két eseményt kell csinálni, elvileg azonos napon nem lehet, tehát két egymás követő napon, vagy valami hasonló, de ha nem akartok szívni, akkor össze legyen meg az első, és utána, hogyha a rendszerben átváltozott az ikon, és kiválasztottátok, hogy milyen ikon szeretnétek, akkor utána csináljátok meg a másikat, hogyha valakinek ilyen tervei vannak, úgyhogy elsőre nem fog összejönni, ezt utána. Na jó, alapvetően ennyit szerettem volna, viszont még gondoltam, hogy megmutatom még egyszer az eseményt, amin velem is lehet majd találkozni, hogyha elég ügyesek vagytok és jó időben érkeztek. Ez a Halloween with Nemzi nevű esemény lesz, és ez pénteken este 6 és 10 között lesz Budapesten a Rákóczi tér mögött, ez az Infinity eSport bár, de itt mutatom is a térképen mindjárt. Ez a Rákóczi téren, ez a metró épülete mögött, vagy hát a Rákóczi tér vásárcsarnok, és ez ennek a túloldalán lesz, úgyhogy én olyan 8 után fogok valószínűleg beérni, mert van mindenféle személyes program előtte, de egyébként ott találkozhatunk, és játszhatunk, és lehet dumálni, meg minden ilyesmi, de egyébként még ma fogunk találkozni, majd a Tavernbrawlban, én itt leszek. Sziasztok!